Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt fortuna istennő látható és szerencsét hoz. A kelyhek arra utalnak, hogy vannak neki érzelmei, és a tízes szám utal egy új kezdetre. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt van ez az uralkodó nő. Az lehet, hogy ő most uralkodik az érzelmei felett, vagy ti álltok itt a középpontban, és így tekint rátok, mint egy császárnő, de az is lehet, hogy a háttérben van még egy másik hölgy, aki megpróbál uralkodni rajta. Az nem biztos, hogy párkapcsolat, az lehet például az anyukája is. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, és milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt van ez az uralkodó király, ez a király a föld eleme fölött uralkodik. Ez lehet pénzügyi dolog, tehát valamit mond nektek, ami az anyagiakkal áll összeköttetésben. Az is lehet, hogy ez az uralkodó nő a háttérben pénzt akar tőle, viszont ez az arany érem mutatja az értékeket is, jelenti azt, és ti vagytok értékes számára. A napi kártya mutatja a szerelmet, a szeretetet. Tehát ő ki fogja mutatni az érzelmeit, mint ahogy itt ez a kártya is mutatja, és itt szerelemről, szeretetről van szó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!